Mozgalmas éve van Barna Biancának. A Nyíregyházi Sportcentrum úszója nyár közepén ezüstérmet szerzett a 4x100-as vegyes váltó tagjaként a Romániában rendezett junior Európa-bajnokságon. Szeptember elején pedig csak rossz váltás utáni kizárás miatt esett el Perúban junior világbajnoki ezüstéremtől a magyar mixed váltóval. Nagyon meg vagyok magammal elégedve, hiszen az egész nyarat végig dolgoztam, és szerintem ennek ellenére is jól tudtam úszni a világbajnokságon is. Már kicsit fáradt vagyok, azt nem tagadom, de még úgy érzem, hogy van bennem. Biancára és társaira péntekig még kemény edzések várnak, hétvégétől azonban már verseny előtti frissítés következik. A Nyíregyházi Sportcentrum 6 versenyzővel képviselteti magát a jövő heti rövidpályás országos bajnokságon Kaposváron. Én úgy gondolom, hogy váltó számokban, illetve főleg mix váltó, illetve női vegyes váltóban dobogós helyezés, vagy illetve hát tavaly dobogós helyezés sikerült elérni, az idén bízunk benne, hogy valami hasonló sikerül, illetve egyéni számokban ugye a Stankovics Annak, az 50 mellen tavaly bajnok lett és országos csúcsot javított, illetve Barna Bianca az ifik között ugyan még ifi korosztályú, de a felnőtteknél is vérmes reményekkel megyünk neki a versenynek. A novemberi verseny után december elején az utánpótlás korosztályokban is országos rövidpályás bajnokságot rendeznek. Bianca célja a nemzetközi versenyeket követő fáradtsága ellenére is az, hogy a szegedi versenyen megvédje korábban megszerzett ifjúsági címeit. Nem biztos, hogy csúcsformába fogunk arra a versenyre érkezni, inkább a pontszerzés lesz majd az elsősorban a lényeg. Viszont szeretnék ugyanúgy országos bajnok lenni a mellúszó számokban. A Nyíregyházi Sportcentrum úszói egyébként a napokban térhettek vissza a városi uszadába, az ugyanis egy hónapig zárva tartott. A szakág vezető szerint a folyamatos változások miatt nehéz volt folyamatosan fenntartani a versenyzők motivációját. Ugye volt már egy Covid, a Covid alatt nem volt uszoda, volt uszoda, újra bezárták. Ezt már nagyon rosszul kezelik a gyerekek is, szülők is, és elég hamar elvesztik a motivációt. És nagyon jó volt, és nagyon köszönjük, hogy egy hónap múlva megvolt a lehetőség, visszajöhettünk. Itt azért minden megvan, igyekszünk a bajnokságokhoz alkalmazkodni és felkészülni rendesen. A kaposvári versenyt november 16-a és 19-e, a szegedi utánpótlás országos bajnokságot pedig december 7-e és 10-e között rendezik meg.